Az első világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából újabb kiállítás nyílt a Kállai gyűjteményben. Amire a falevelek lehullanak című kiállítás Kállai Iván huszár főhadnagy emléke előtt tiszteleg. A család egyetlen nagy háborús hősi halottja 1887. május 6-án született Nagykállóban. A magyar huszárt mindig is a világ első katonájának tartották a külső emberek is, meg a huszár önmaga is, hiszen 500 éves múltra tekinthető vissza, és köztük szolgálni azért az nagy dolog volt mindig, és hát Kállai Iván pontosan ezek közé került, és az is különleges, hogy nem akármilyen ezredbe került. 1908-ban végezte a Ludovika Akadémiát, utána beosztották a császár és király 12. huszárezredhez, mert ez van legközelebb, akkor legalábbis ez volt a legközelebb Szabolcs vármegyéhez, hiszen ugye Kállai Iván Nagykállóba született, ez egy Miskolc és Kassa ezred volt, de 1913-ban valami úton, módon, nem tudom én se, hogy hogyan, átkerült a monarchia legjobb ezredébe és legrégibb ezredébe, a császár és királyi soproni 9. huszár ezredbe. Ide bekerülni megtiszteltetés volt. Ennek az ezrednek a nevéhez fűződik az osztrák-magyar monarchia első, a galíciai Limanovánál aratott igazi nagy győzelme 1914. december 14-én. Ráadásul ezt a győzelmet olyan felszerelésben aratták, amely nem volt jellemző az akkori viszonyokra. A 900 fős ezrednek 300 hősi halottja maradt a helyszínen, amelyet a lengyelek azóta is hősi temetővel őriznek. Ezt követően 1915. április 15-én egy orosz támadásban Kállai Iván hősi halált halt. Ezután édesapja Kállai Rudolf elkezdte összegyűjteni a megmaradt relikviákat, amelyet a Sárvári Nádasdy Ferenc Múzeumban őriztek. Most ebből került néhány tárgy a Kállai gyűjteménybe. Korabeli, tehát a nevéhez, személyhez köthető okleveleket, kitüntetéseket, a Nádasdy huszárok egyenruháját, korabeli gépfegyvert, tulajdonképpen az, ami a huszár hadnagy, főhadnagy életéhez kapcsolható személytárgyak. A Kállai Iván teljes életútját átfogó kamara kiállítás 2019. január 31-ig tekinthető meg.